Gyula nyitva van, Gyula nyitva marad, ez a terv. Ez volt olvasható nemrég Görgény Jernő közösségi oldalán. A polgármester a helyi szállodák tulajdonosaival és igazgatóival, valamint az apartmanok, panziók érdekképviseletét is ellátó Gyulai Idegenforgalmi Egyesület vezetőivel találkozott. Az eseményen egyetértettek abban, hogyha a város legvonzóbb turisztikai attrakciói, a Gyulai Várfürdő, a vár és a kastély működni fog, akkor a szállásadók számíthatnak arra, hogy lesz elég vendég. A legnagyobb szállásadók túlnyomó többsége nem tervezi az átmeneti bezárás sem. A téli hónapokban is nyitva lesznek, és várják a vendégeket. Arató Henrietta, az Elizabeth Hotel ügyvezetője kiemelte, az emelkedő energiaárak hatással lesznek az őszi-téli időszakra. Még most a szeptemberi-októberi időszakban nem tapasztalunk csökkenést vendég létszám tekintetében, illetve érdeklődés tekintetében sem, azonban a téli időszakot még korai is lenne megmondani. A szállodát is nyilván érinteni fogja az energiaárak emelkedése. Mi eddig is törekedtünk egyébként a takarékosságra. Tehát minden olyan tevékenységünket, ami ezt segítette, azt továbbra is meg fogjuk tartani. Mi továbbra is nyitva fogunk maradni, ugyanolyan szolgáltatásokkal, ugyanolyan széles palettán, ugyanúgy fogjuk fogadni a vendégeket. Tehát törekszünk is arra, én hiszek abban, hogy változatlan magas minőségen kell a szolgáltatásokat kínálni, és akkor azt hiszem, hogy meg lesz az az eredmény, amire számítunk. Sándor Hajnalka, a Romantika Panzió vezetője elmondta, hónapról hónapra változik a vendégek összetétele és a foglalási szokások is. Egyre későbbi időpontban foglalnak az emberek. Több házat üzemeltetünk, különbözőek a házaknak az adottságai. Vannak olyan szobák házakon belül, amelyeket már így lezártunk a térre, mert tudjuk, hogy az nehezebben fűthető. Azokat nem fogjuk használni, egyelőre ez az első lépés. Utána lehet, hogy majd szárnyakat is, tehát hogy majd így próbálunk egy picit úgy összevonni, figyelni arra, hogy minél kevesebb energiával tudjuk üzemeltetni a házakat. Az 50-es versenyszobánkat addig fogjuk tudni üzemeltetni, ameddig termálhővel fűtjük. Kun Miklós, a Várfürdő igazgatója korábban a Gyula TV-nek elmondta, nem tervezik a létesítmény bezárását, csupán a gázzal fűtött 50-es úszoda lesz zárva a téli hónapokban. Fekete Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a vár és az almási kastély is nyitva lesz a tél folyamán. Az utóbbit geotermikus energiával fűtik, a gázt be sem vezették a felújításkor.